Összeült az ukrán és az orosz tárgyaló delegáció Gomelben, de a fegyverek nem hallgattak el. Az orosz hadsereg intenzíven támadta Harkivot. A 1,5 milliós kelet-ukrajnai városban az eddigi hírek szerint sok a halott és a sebesült. Ukrán oldalon eddig 350 halottról tudnak, sok köztük a civil, illetve a gyerek. Emellett egy több kilométeres orosz katonai menetoszlop tart Kijev felé, köztük harckocsik és más páncélozott járművek. Az Ukrajna elleni orosz invázió 5. napja Zelenszkij elnök szerint döntő jelentőségű lesz. Az Európai Unió külügyi főképviselője közben azt mondta, félő, hogy Oroszország nem áll meg Ukrajna lerohanásánál, hanem Moldova és Grúzia következhet. Grád rakétákkal lőtte intenzíven Harkivot az orosz hadsereg. A lövedékek lakóházakat találtak el. Több gépkocsi is megsemmisült. Halottak és több száz sebesült lehet. A bucsai polgármester maga számolt be a Kijev közeli településen éjszaka zajló harcokról. Mint Anatolij Fedoruk elmondta, az ukrán hadsereg több orosz páncélost is kilőtt, és megállította az előrenyomulást. Ezek a felvételek Zsitomir megyében készültek, amikor egy ukrán drón megsemmisített egy orosz rakétakilövő rendszert. Kijevben ellenőrző pontokat állítottak fel az ukrán hatóságok. Itt éppen őrizetbe vettek két gyanúsan viselkedő férfit. Az ukrán fővárosban hétfőn reggel az emberek előjöttek az óvóhelyekről, miután véget ért a kijárási tilalom. Boldog vagyok, hogy 2 nap után előjöhettem a metró megállóból, és újra látom a napot. Az emberek egyébként segítik egymást, és igyekeznek optimisták maradni, mondta ez a kijevi lakos. Vasárnap este elterjedt a hír, hogy a főpolgármester azt mondta, az orosz hadsereg körbezárta Kijevet. Vitali Klitschko ezt később cáfolta, hozzátéve, hogy a közösségi oldalait hamisítani kezdték a csalók. Kijevet sokan elhagyják, a férfiak azonban maradnak. Ez a kisfiú könnyekkel a szemében mondja, hogy az apja otthon maradt. Amíg be nem hívják, eladja a családi értékeket, hogy támogassa a hadsereget. A műholdas felvételek alapján hatalmas orosz katonai menetoszlop tart Kijev felé. Szakértők szerint az orosz hadsereg ellátmányozási gondokkal küzd, és az üzemanyag is fogytán. Egyre több nyugati ország költ fegyvereket az élethalál harcot vívó Ukrajnának. Legutóbb Hollandia indított útnak egy szállítmányt. Az ukrán elnök felszólította az Európai Uniót, hogy azonnal vegye fel országát a tagjai közé. A célunk az, hogy az EU-ban legyünk, és ami a legfontosabb, egyenlő tagként, jelentette ki Volodymyr Zelenszkij. Közben az ukrán-fehér-orosz határon elkezdődtek a tűzszüneti tárgyalások Ukrajna és Oroszország között. Az ukrán elnöki hivatal közleménye szerint Kijev azonnali tűzszünetet és az orosz csapatok kivonását sürgette.